Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Engem Kőkuti Zoltánnak hívnak. Idén lesz 5 éve, hogy egy pénzügyi cégnél dolgozok. A vállalat részvények árainak előrejelzésével foglalkozik. Kezdetben egy kutatói pozíciót töltöttem be, ahol főleg matematikai statisztikai modellek megalkotásával, megvalósításával foglalkoztam. Az évek során lehetőségem nyílt egyre inkább menedzsment feladatokat is ellátni, ezek ilyen csapatirányítás, illetve irodavezetés foglaltak magukba. Nem tudom, hogy gondoltátok-e volna, hogy az ilyen pénzügyi cégeknél, ahol nem mellesleg ilyen jó kezdőfizetést és előrelépést is biztosítanak, főként végzett fizikusokat és matematikusokat keresnek. Ez gondolom elsőre meglepő, hiszen mindenki azt várná, hogy végzett közgazdászokat keresnek, pedig ez nem így van. Sokat gondolkodtam, hogy ennek mi is lehet az oka, és arra jutottam, hogy a fizikus szakon végzett hallgatók az egyik legjobbak a probléma megoldó képességben, valamint általánosak a modellezésben, illetve a hallgatók a tanulmányaik során elsajátítják az algoritmikus gondolkodás alapjait is. Jelenleg Magyarországon 4 nagyvállalat várja tált karokkal a végzett fizikusokat a pénzügyi területre, ezek a Morgan Stanley, MSCI, a Citibank, és nemrég, tulajdonképpen 2-2,5 évre nyitott az egyik legnagyobb pénzügyi alapkezelő cég, a BlackRock is leányvállalatot Magyarországon. És hogyha is kerültem én ide? Én 2004 és 9 között folytattam fizikus tanulmányokat a Szegedi Tudományegyetemen, majd a diplomám megszerzése után PhD tanulmányokat folytattam szintén a Szegedi Tudományegyetemen. A 2015-ben szereztem meg a PhD tanulmányaimat, és utána egy fejvadász cég keresett meg, hogy esetleg érdekelne a pénzügyi terület, és azóta is itt vagyok. Nétek még egy jó tanácsot, munkakereséshez a LinkedIn profilotok mindig legyen napra kész. Mindenkinek sikeres felvételit kívánok. Sziasztok!